Kedves kertbarátok, itt az ősz, és nem csak a kertjeinkben vannak ehető növények. De mit is jelent az, hogy növény? Hát a növények fotoszintetizálnak. De hát akkor mik a gombák, amivel most tele van az erdő? A gombák teljesen más élőlények. Sem az állatokra, sem az emberekre nem hasonlítanak. Mindegyikünkkel szimbiózisba képesek élni, de vannak olyanok, amelyik lebontók, szaprofiták, sőt, olyanok is, amelyek ugye kórokozók. Mind a növényeket megtámadják, lásd Monélia, Tafrina, mind pedig az embereket, lásd a lábgomba. Na most, én azért jöttem el ide az erdőbe, egyrészt gombászni, másrészt pedig, hogy meséljek egy kicsit a gombákról. A gombák átjárják az egész földet, pontosabban azt a részét, amin mi élünk, tehát a föld bolygónak a talajjal borított részeit teljesen átszövik. Mit jelent ez? Hát nézzük meg ezt a gyönyörű, szép csoportos gombát. Itt jönnek szépen a kis gombák, növekszenek. Mi ez? Ez a termőteste, magyarul, ahol ő szaporodik. A gombáknak a kalapja alatt vannak a spóratartók. Ezekbe a lemezekbe, ezek a lemezek között vannak a spórái. Akkor szórja el őket, amikor megérik. Na most megöregszik a gomba. Na most az ember néhány gombát meg is tud enni. A gombáknak a különböző szöveteibe a rovarok kitinpáncéljához hasonló anyagok vannak, és ezért kicsit nehéz az emésztésük. Tehát soha nem szabad vacsorára gombát enni, mindig ebédre vagy reggelire egy kis tojásos gombát. No de, ha nem a boltba vesszük a gombát, hanem elmegyünk kirándulni, és látjuk, hogy hú, milyen csodálatos gombamezők vannak szerte az erdőben, akkor nagyon nagy hibákat is elkövethetünk, mondhatnám halálos hibákat. Tulajdonképpen nem nagyon sok halálosan mérgező gombafaj van, de pont elég ahhoz, hogy óvakodjunk az egyszerű gombagyűjtögetéstől. Hogyan tudnánk mégis finom gombákból csemegézni az erdőben? Hát elsőként úgy, hogy komolyan vesszük. Veszünk hozzá valamilyen gombahatározó könyvet. Minél többféle gomba van benne, annál érdekesebb, de ha csak azok vannak benne, amelyek halálosan mérgezők, és azok, amelyek nagyon finom ehetők és nagyjából kevéssel keverhetők össze, akkor már egy lépéssel előrébb vagyunk. A gombahatározóból, ha magunkkal visszük, meghatározhatjuk a gombát. Ha csak sétálunk és látunk valahol egy kis gombamezőt eldugva, azért eldugva, mert ha nincs eldugva, akkor egészen biztos, hogy le fogják szedni a profi gombászok, akkor fogjuk és fotózzuk le. Úgy fotózzuk le a gombát, főleg ha sok van, hogy egyet, így ahogy én is mutattam, levágok, de közben a tönkjét is megnézem, mert a tönkje nagyon sokat elmond. És így csinálok egy fotót a kalapjáról, és egy fotót így, hogy látszódjon rajta a tönk is, és maga a gomba is. Fontos, hogy hogy futnak le a lemezei, nagyon fontos a tönknek a vastagsága, színe, hossza, tehát ez mind fontos elem ahhoz, hogy meg tudjuk határozni egy gombát. Azért kell meghatároznunk, hogy ne szedjük le feleslegesen. Ugye a mérgező gombát nem csak azért nem jó leszedni, mert mérgező és meghalunk tőle, egyébként a többségtől nem meghalunk, hanem hát mondjuk emésztőrendszeri zavareink lesznek, vagy kicsit jól érezzük magunkat, de alapvetően mindegyik félelmetes lehet, nem szabad úgy leszedni gombát, hogy fogalmunk nincs, hogy mi az. Ha már valami fogalmunk van, és azt mondjuk, hogy na, ez körülbelül úgy néz ki, mint mit tudom én, mondjuk egy nagy őzláb gomba, nem az, most mondom, semmi köze hozzá, de mondjuk egy nagy őzláb gomba, leszedem, és elviszem, hova viszem? Megmutatni a gombaszakértőnek. Nem próbálkozunk saját magunk. Nagyon kevés olyan gomba van, és nagyon hosszú tapasztalat kell hozzá, hogy egyet-egyet biztosra leszedhessünk. Amikor csak tudjuk, mindig vigyük el gombavizsgálatra. Hatósági gombavizsgálók vannak mindenfelé a piacokon, derítsük fel, hogy hozzánk közel hol van ilyen, és mindig vigyük el a gombát. Na most, ugye, hogy működnek a gombák? Azt mondtam, hogy ez a termőtest, tehát ebben képződik a spóra. De maga a gomba
Képzeljétek el, egy akkora élőlény, hogy itt, ahogy körbenézünk az erdőbe, legalább egy 10-20 méter sugarú körben ő él. Csak számunkra láthatatlan gombafonalak hálózzák át ezt az egészet, és borzasztó érdekes, hogy a gombáknak egy jó része, már a bazidiumos gombáknak egy jó része, egyszerűen gyökér kapcsolatban él ezekkel a fákkal. Tehát azért lehet azt mondani, hogy bizonyos fákból álló erdőkben bizonyos gombafajok vannak, mert ad egy, a pH nagyon nem mindegy nekik, hogy savanyú vagy lúgos, de ennél sokkal fontosabb, hogy a gombafonalaik a fákkal kapcsolatban vannak. És általában ez egy olyan kapcsolat, ami kölcsönös, tehát a fáknak az anyagaiból kapnak ők, és a fák számára felvetető táplálékot juttatnak nekik. Tulajdonképpen borzalmasan sokféle gomba van, és hogyha egy-egy vödörrel hazaviszünk a saját magaságyásunkba vagy az ágyásunkba, és abba bedolgozzuk, akkor egy csomó új mikrobát, gombaspórát, baktériumot tudunk bevinni a kertünkbe. Pontosan a kapcsolat miatt, a gyökér kapcsolat miatt nem olyan egyszerű, hogy hazaviszek egy ilyet, beletemetem a földben állam, és akkor majd ilyen gombák fognak nőni. Az esetek többségében ez nem így van. Léteznek olyanok, amelyeket tudunk termeszteni idézőjelben, vagy hazacsempészni. Például ilyenek a laskák, ilyen a fafülgomba, amelyeket egy-egy kidőlt megfelelő fatörzsbe be tudunk oltani, és onnantól azok nálunk is néha, amikor megfelelnek a körülmények, akkor fognak nőni. A gombáknak nedvesség kell. Ez az egyik fő oka, hogy a légköri aszályba, a nagy szárazságba egyáltalán nem találkozhatunk gombával. Most viszont, ahogy lehullott az eső, rögtön mindenfelé gombák nőnek. De nézzünk még másfélét is, hogy mi az, amit meg lehet esetleg ismerni.